A társasjátékoké volt a főszerep a hétvégén a Mobilisben. Szombaton rendezték ugyanis a Nemzetközi Társasjáték Napot, ebből az alkalomból pedig Győrben is szerveztek programokat. Azt gondoljuk tudományos játszóházként, hogy a játék több, mint pusztán kellemes időtöltési lehetőség vagy szórakozási lehetőség. Úgy gondoljuk, hogy a játék az egyik legjobb tevékenység arra, hogy a körülöttünk lévő világot megismerjük. Zárjálsz egy mezőre, akkor ezt megkapod. Kaptál 6 pontot. Másik játékos viszont most nem léphet így, csak a másik mentén. Tehát függőlegesen léphetsz. A fiatalok és az idősebbek többféle társasjáték közül választhattak. Voltak egyszerűbbek és bonyolultabbak, kocka és kártyajátékok is, de mindegyiknek ugyanaz volt a célja, a szórakoztatás. Hanna, Erik és István például a három kismalac és a farkas meséjét feldolgozó társasjátékban találta meg a kedvencét. El kellett menekülni a farkas elől. És aki farkas dobott, a farkassal kellett lépni. A kismalacok végül megmenekültek a farkas elől. Ez a játék volt egyébként a gyerekek egyik kedvence ezen a napon. A társasjátékok elsődleges célja, ahogy már említettük, a szórakoztatás, de emellett a gyerekek logikáját és probléma megoldó készségét is fejlesztik. A logikai és a későbbfejlesztő társasjátékokat mindenképpen előnyben részesítjük mi is, mert mindenképpen fejlesztik a gyereknek a készségeit. Az általunk megkérdezettek azt mondták, ritkán van olyan alkalom a hétköznapokban, amikor az egész család együtt társasjátékozik, ezért is volt jó ötlet a hétvégi program. Ha mégis adódik erre lehetőség, akkor is inkább a kártyajátékok a favoritok, mint például az Uno, amivel pillanatok alatt lejátszhatunk néhány partit. Vannak benne színesek, amiknél fel kell venni négyet vagy többet, és a színeseknél, aki lerakja a színest, az mondhat egy szintesen, a következőnek meg le kell raknia azt a színű kártyát. Unózni szoktunk, mindenki magába játszik, általában számítógépen, tableten, ritka, hogy így együtt leülünk. A Nemzetközi Társasjáték Napot, azaz a Tabletop Day-t egyébként először 2013-ban rendezték meg, de azóta rengetegen csatlakoztak a kezdeményezéshez. Tavaly 7 kontinensen, 80 országban több mint 3000 rendezvényt tartottak ebből az alkalomból.